Ön szerint ki lenne jobb államfő, Pellegrini vagy Korcsok? Az, hogy ki mellé állunk, és állunk -e egyáltalán valaki mellé, azt természetesen majd a második kör előtt fogjuk eldönteni. Én nehezen tudom elképzelni, hogy a felvidéki magyarság szavazni tudna tömegesen Ivan Korcsokra. Az első körben nem fog eldőlni az, hogy ki lesz a köztársasági elnök, az majd csak a második körben. Milyen közösség lennénk akkor, hogyan akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket, hogyha nem indítanak saját köztársasági elnök előttet. Nem én választottam meg Robert Ficot, kell keresnünk a lehetőséget arra, hogy hogyan tudunk a lehetőleg többet elérni a közösség számára. Van más vélemény, és az nem azt jelenti, hogy ha valaki nem úgy gondolkodik, mint én, akkor ő hülye. Az egyik oldal azt mondja, hogy ne szállítsunk fegyvereket Ukrajnának, a másik oldal pedig azt mondja, hogy szállítsunk fegyvert Ukrajnának. Emberek halnak meg ott, fiúk, apák. Ha nem férjek. adunk fegyvert Ukrajnának, akkor mi történne? Nincs drágább az ember életnél. Mi történik akkor, hogyha a ukránok máról holnap nem kapnak fegyvert? Elhúzódik a háború, és emberek halnak meg. Na de ha nem adunk fegyvert, akkor nem húzódik el, mert egyszerűen lerohanják Ukrajnát. Ön nem. Én nem tudom, hogy mi lenne. Ön szerint ki volt eddig a szlovákiai magyarok szempontjából a legjobb államfő? Én, hogy kiválva vagyok a legjobban megelégedve. Mindegy, Már hogy Gasparovics vagy csaputóvá. Nézze, amíg nem vállalja fel valaki teljes mértékben a nemzeti közösségek ügyeit, addig nem tudom azt mondani rá, hogy egy jó köztársaság elnök. Üdvözlöm Önöket, én sidó Árpad vagyok, a Paraméter munkatársa. A mai vendégünk Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, aki részt vesz a jövő hét szombaton esedékes államfőválasztáson. Köszönöm, hogy elfogadtál meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Elkezdődött a visszaszámlálás, kilenc nap múlva a szavazóurnákhoz járulunk, mennyire sűrű a kampányprogramja. Hát végül is minden nap sűrű, igyekszem minél többet találkozni az emberekkel, próbálok a régiókba járni, és tulajdonképpen az utóbbi néhány hónap arról szólt, hogy Ungvidéktől, Bodrok köztől kezdve egészen Csallóközig, többször is átszeljem az országot, minél több emberrel találkozzak, minél több embernek hangsúlyozom, hogy miért fontos, hogy március 23-án elmenjünk választani, és az egyetlen magyar jelöltre szavazzunk, ezzel is megörösítve a közösségünket, és mindenkinek hangsúlyozom, hogy a választás két lesz. Az első körben nem fog eldőlni az, hogy ki lesz a köztársasági elnök, az majd csak a második körben. Az első körben viszont egy, egy remek alkalom arra, hogy a felvidéki magyarság megmutassa az erejét, és hogy itt akar lenni felvidéken, ugye ahogy ezer éve itt van a szülőföldjén, úgy még a következő ezer évben is itt tudjunk működni, magyarként élni. A nagy jövésmenést, az állandó készenlétet, szereplést, azt lehet szeretni? Ez szerintem nem szeretem, nem szeretem kérdése. Uh, itt feladat van minél inkább és minél többet találkozni az emberekkel. Egyébként én ezt a munkát akkor is végzem, amikor nincsen kampány, hiszen 2020 óta rendszeresen járom a régiókat, függetlenül attól, hogy kampány van-e vagy nincsen kampány, mert én úgy gondolom, hogy a politikus, hogyha hitelesen akarja -e képviselni a közösséget, akkor minél inkább meg kell ismerni a közösséget és a régiókat, amelyeket képviselni szeretne. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy feladat, amit, amit vállaltam, és amíg a jó Istentől Erőt, erőt kapok ehhez, és támogatást a polgároktól addig ezt végezni fogom. Ön azt nyilatkozta, hogy a minimum cél az, hogy 4%-ot elérjen. Nem kis hitűség ez? Mert hogy számarányunk, a szlovákiai magyarság számaránya országosan 8,5%, és a Magyar Szövetség mellől már kikoptak a, a magyar pártok egyedüli magyar párt jelöltjeként indul. Természetesen nagyon örülnék neki, hogy minél jobb eredmény szülessen, hiszen ön is említette, hogy 8,5 százaléknyi közösséget alkotunk felvidéken. Ez a minimum határ az azért lett meghatározva a részemről, mert ugyebár 4,38%-ot értünk el a parlamenti választásnál, ezért elvárható, hogy a 4%-os eredmény az első körben meglegyen. Természetesen még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a minél nagyobb eredmény lenne az elfogadható, ez is azt mutatná, hogy mekkora erőnk van és tíz évvel ezelőtt, amikor Bárdos Gyula elindult első köztársasági elnök jelöltként, akkor sikerült elérni egy 5,2%-os eredményt, ami annak idején nagyon megerősítette a közösségünket, hiszen visszaadta a felvidéki magyarság hitét, megmutattuk magunkat, jó érzés volt, és ezt az érzést kellene elérnünk most is, hogy nőjön az önbizalmunk, hiszen milyen közösség lennénk akkor, hogyan akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket, hogyha nem indítanánk saját köztársasági elnök jelöltet. 11 előtt van, Abból ez egy, egyetlen egy van magyar, majdnem 10%-os közösséget alkotunk, tehát teljesen elvárható, hogy a 11-ből legalább egy magyar nemzetiségű jelölt legyen. Sikernek számítana talán az, hogyha 4% fölötti eredményt érnel, de mondjuk a kudarc, az mi lenne? Egy 2,9% alatti eredmény az kudarcnak számítana? Szerkesztő úr, én soha nem a kudarcra. Ö fókuszálok, hanem pont ellenkezőleg ezt a minimum eredményt szeretném, hogyha elérnénk. Ez nem rólam szól ez a választás, nem Forró Krisztiánról, hanem a közösségünkről, tehát hogy meg kell mutatnunk, ez is erősíteni, és nagy hatással lesz majd az Európa Parlamenti Választásra. Június 8-án Európa Parlamenti Választásunk lesz, és nagyon fontos, hogy a közösségünk visszanyerje a képviseletet, hiszen 5 évvel ezelőtt, nem egész 400 szavazaton múlott, hogy LP képviselőnk lett most egy remek alkalom lesz arra, hogy visszaszerezzük ezt a képviseletet. Annak idején kettő, sőt, három párt volt, amelyik próbálta megszólítani a magyarokat, és eznek is köszönhető, hogy nem lett Európa Parlamenti képviselőnk. 50 ezer szavazat kellett volna hozzá 5 évvel ezelőtt, most a parlamentin több mint 130 ezeret értünk el, tehát elvárható, hogy a közösségünk ismét bekerüljön az Európai Parlamentbe. Igen, de ott még nem tartunk, államfőválasztásra készülünk. 2,9% alatti eredményhez ön mit szólna? Még egyszer mondom, a 4%-os eredményt ö tűztem ki célul, úgyhogy erre összpontosítok. Értem. Ön arról beszélt, hogy hasznos lenne, hogy minél jobb eredményt elérni, mert aztán a második kör előtt a második körbe bejutott két jelöltel jó tárgyalási pozíciója lenne, és mind a két jelöltel, akik bejutnak a második fordulóba, leülne tárgyalni? Előbb elnézést mondtam, hogy 4% a minimum cél. Jó, tehát attól természetesen csak jobb eredmény lenne, lenne pozitívum. Ami pedig a jelölteket illeti, nem most van itt ennek a kérdésnek az ideje, az első körben nekünk az erőnket kell megmutatni. Az, hogy milyen súlyunk lesz majd a második kör előtt, az pontosan az első kör eredménye fogja megmutatni, és utána kell eldönteni azt, hogy akkor milyen lépést teszünk tovább. De feltételezem, hogy a második fordulóba bejutó két jelöltem, mert több esetben is nyilatkozta azt, hogy mind a kettőjükkel leülne tárgyalni, akik bejutnak a második fordulóba? Én többször éreztem már. Egyrészt, hogy nem tudjuk, hogy kik fognak bekerülni, de Elég valószínű. sejtjük, sejtjük, valóban. Tehát ezt többször is elmondtam már, hogy Ivankorcsok esetében én nehezen tudom elképzelni, hogy a felvidéki magyarság szavazni tudna tömegesen Ivankorcsokra, tekintettel arra, milyen kijelentéseket tett a múltban. És amilyen lépéseket tett a módban, úgyhogy ez nagyon nehéz lesz. Az, hogy kimellé állunk, és állunk -e egyáltalán valaki mellé, azt természetesen majd a második kör előtt fogjuk eldönteni, az is előfordulhat, hogy nem fogunk támogatni egyetlen egy előtet sem. Azt itt már el vannak készítve a kérdések is, amivel mondjuk egyiküket, másikukat megszólítanák, hogy mi az a stabil kérdés, amit, amit, amire szeretnének önök választ kapni, hogy aztán a támogatásukat megszerezzék. Mi Nincs várjuk én. majd, várjuk majd hogy a, a, jelöltek, akik bekerülnek a másik, másik körbe, milyen mivel akarják megszólítani a felvidéki magyarságot és azokat a régiókat, ahol mi élünk. Láttuk azt egyébként a múltban már, hogy annak idején, amikor 5 évvel ezelőtt Zuzana Csaputovát választották meg köztársasági elnökasszonynak, láttuk azt, hogy a felvidéki magyarság nagy nagyon nagy része szavazott Zuzana Csaputovára, utána pedig az lett az eredménye, hogy a megnyilatkozásaimban előfordult, hogy elfeledkezett a, a nemzeti közösségekről, nem csak a magyarokról, hanem a többi nemzeti közösségről is. Említett, hogy korcsok a renoméja nem túl rózsás a szlovákiai magyarok előtt. nem így érzi? Biztos van mit bírálni, de Pellegrini sem sokkal különbén áll, mert azért azt ugye nem felejthetjük el, hogy ő már 2006-tól ott ül a parlamentben, 2006-ban meg egy olyan uh, szlovák kormány alakult, amit hát uh, azóta is uh, megemlegetünk. Malina Hedvig, Dac szurkolók megverése, tehát mondjuk akár vele szemben lehetne gyógyat kérni, hogy Pellegrini uh, úr azoké azért az uh, időszakért nem kér bocsánatot. Természetesen, amennyiben erre lehetőség lesz, ezeket a kérdéseket fel fogjuk vetni, és valóban vannak kérdések, amikről nem szabad megfelelkezni, és napirenden is kell tartani őket. A korcsoknál tapasztalhattuk azt, hogy rugalmatlan a kisebbségi kérdésekben. Jogosan a szemére lehet hánni azt, hogy például a kettős állampolgárság kérdésénél 2022-ben, ha jól emlékszem, alig finomítottak valamit az eredeti törvényen. Na de azt meg aztán tényleg nem lehet elfejteni, hogy eredeti törvényt azt meg a pellegrinék hozták, ugye meresként. Tehát, hogy ha a kettős állampolgárság témája előjön, akkor ott lehet, hogy a pellegrini még inkább ludas abban, ami, ami amilyen helyzetben vagyunk. Éppen ezért fontos, hogy ezeket a kérdéseket napi tartsuk. Úgy a kettős állampolgárság kérdését, a kollektív bűnösség elvét, tehát van itt néhány téma, ami bennünket, magyarokat érint a leginkább, és amit szeretnénk joggal, hogy megoldódjanak, vagy valamilyen megoldást találjunk rá. És éppen azért remek alkalom ez a köztársasági elnök választás is, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és hogy ezekre megoldásokat keresünk közösen. Mindig azt mondom, hogy ha a gót akarunk rúgni, akkor a, focin kell, vagyis, hogy a pályán kell focizni, nem a, a lelátóról nézni, mert akkor biztos, hogy nem tudunk gólt rúgni. Ez egy remek alkalma köztársági választás, elnökválasztás, hogy ott legyünk a pályán, és a labda mellett, vagy a labdához hozzájuthassunk. És igen, minden egyes lehetőséget is alkalmat ki kell erre használnunk, de ahhoz, hogy ezekben előrelépést tudjunk elérni, ahhoz az kell, hogy a közösségünk összefogjon. Tehát, hogyha a felvidéki magyarság együtt közösen tud fellépni, akkor egy olyan erőt tudunk képviselni, ami megkerülhetetlen, hiszen 8,5 százalék, majdnem 10 százalékot alkotunk, és ha belegondolunk, hogy mikor volt a legsikeresebb időszaka a felvidéki magyarságnak, az pontosan akkor volt, amikor volt egy egységes MKP bent, volt a parlamentben, és akkor több mint 11%-ot ért el az egységes magyar párt. Az azt jelenti, hogy nem csak magyarok szavaztak már a pártra, hanem más nemzetiségűek is, akik úgy látták, hogy a régiónak az pozitívumot hoz, hogyha egy magyar párt bent van a parlamentben. És kormány tényező ráadásul. Tehát itt. Azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy ha mi eredményeket akarunk elérni, akkor az összetartásról kell, hogy szóljon a, a, a jövőnk, mert a megosztottság oda vezetett, ugye bár, hogy a több mint 11%-ból azt odáig jutottunk a megosztottságnak köszönhetően, hogy nincs parlamenti képviselete most a felvidéki magyarságnak. De most már nincs megosztottság, ha jól tudom. Hát most jelen pillanatban már csak egyetlen releváns magyar párt van, amelyik meg tudja szólítani és képviselni tudja a közösséget, a felvidéki magyarságot, az a Magyar Szövetség. Ön szerint ki lenne jobb államfőn? Pellegrini vagy Korcsok? Ezt majd az idő fogja megmutatni. Ön szerint ön, tippje az micsoda? Én nem szeretek ebben tippelni, mert mondom, csaputó esetében is szerintem nagyon sok magyar csalódott. A Pellegrini esetében mondjuk az is esetleg zavaró lehet, hogy ő a kormánkoalíciónak a jelöltje, és egyáltalán nem ellensúlyozná a szmeres egész pályás letámadást. Ön ezt hogy gondolja? Én úgy gondolom, hogy a köztársasági elnöknek nem ellensúlynak kellene lennie az egyik vagy a másik oldalon, hanem pont ellenkezőleg a köztársasági elnöknek össze kellene, hogy egy irányba próbálja terelni a különböző irányokat, hiszen az köztársasági elnök minden állampolgárának köztársasági elnöke a Szlovákiának. Tehát a köztársasági elnöknek nem az a feladata, hogy árkokat hanem pont ellenkezőleg, hogy betemesse őket. És a, a köztársági elnöknek a két irányzat, tehát a, kormánypártok és az ellenzéki pártok között egyfajta mediátornak kellene lennie, hiszen biztos vagyok benne, hogy úgy az ellenzék, mint a kormánypártok részéről vannak javaslatok, amik jók lehetnek, és kellene, hogy találjunk közös pontokat, és ementén lehet közelíteni az álláspontokat. Látjuk azt, hogy polarizáció folyik, ezt szerintem mindenki látja, valaki van az egyik oldalon van, valaki a másik oldalon van, és a két oldal egymásra támad, nem ez a megoldás. Mi felvidéki magyarokként ebből tanultunk 2009 óta, ahogy említettem, odáig vezetett ez a megosztottság, hogy egy az, hogy családokon belül előfordult, hogy testvérek nem beszéltek egymással, vagy rokonok, és odáig vezetett, hogy nincs parlamenti képviseltünk. Holott helyi szinten és megyei szinten erősek vagyunk. Helyi szinten ugyebár 263 polgármesterünk van, megyei szinten pedig 54 megyei képviselőnk van, ami a legtöbb Szlovákiában. Nincs még egy párt, amelyiknek több lenne, sőt, a következő pártnak a sorrendben mindössze 20 megyei képviselője van. Tehát van erő a közösségünkben, ha összetartunk, akkor ezt az erőt országos szinten is meg tudjuk mutatni. Ez így igaz. Visszatérve a pellegrini Ön nem gondolja azt, hogy Robert Fico szmerét valamennyire ellensúlyozni kéne? Látjuk, hogy mit csináltak, amióta megalakult a kormány. A rendőrségen belüli tisztogatás, aztán a büntető törvénykönyv vet, e -e átszapták olyan módon, hogy az alkotmánybíróságnak leesett az álla, hogy ez, ez mi akar lenni. Aztán most folytatják ezzel a médiatörvényel. Szóval nem érzi úgy, hogy túlságosan Rossz irányba haladnak a dolgok, és hogy nem árt, hogyha van egy olyan államfő, amelyik megállt tud inteni ennek a nyomulásnak? Az állam, tehát egy köztársaság elnök akkor fog tudni a különböző nézeteknek, különbségeknek véget vetni, hogyha megpróbál közelíteni őket a, a, a... Tehát egy irányba próbálja terelni, ami természetesen nem fog sikerülni valószínűleg, de igyekeznie kell erre, úgyhogy továbbra is csak azt tudom mondani a köztársági elnöknek, mediátornak kellene lennie a szemben álló felek közt. Robert Ficot milyen miniszterelnöknek tartja? Jelenleg ő a miniszterelnök, és én ezt elfogadom. Milyennek nincs nincs, nincs ezen mit gondolkodni, tehát... Mint hogy a, a munkáját, eddigi munkáját, nem tudom, öt hónapja vannak kormányon, hogy értékeli, milyen? Hát tart? ez az öt hónap, ez elég kevés idő ahhoz, hogy. Már 100 nap után szoktak értékelni. Valóban, de uh, én azt mondom, hogy mi nekünk, felvidéki magyaroknak lehetőségeket kell keresnünk, hogy hogyan tudjuk a mi közösségünket képviselni. Adott most egy helyzet. Nem én szavaztam, vagy nem én választottam meg Robert Ficot, megválasztották a polgárok, és jelen pillanatban ő a miniszterelnök. Ha mi valamit szeretnénk elérni, mint közösség, felvidéki magyarság, akkor kell lehet keresnünk a lehetőségeket, hogy kivel tudjuk azt elérni a, a régióink és a közösségeink számára. Ha nekem lehetőségem és alkalmam lesz arra, hogy hogy elérjek valamit a közösségünk számára és a régióknak, ahol élünk, akkor én meg fogom tenni. Én eddig is kerestem az együttműködés lehetőségét, vagy a kapcsolatot az előző kormányokkal is. Sajnos láttuk, hogy ott több esetben inkább ígérgetés volt, mint valódi tények. Meglátjuk ezzel a kapcsolatban, hogy mi lesz a helyzet. Természetesen Kellő óvatossággal kell a, a kérdéshez hozzáállni, az imént említett néhány ügyet a múltból, ami, ami ott van, amit nem szabad elfelejteni, ugyanakkor még egyszer mondom, kell keresnünk a lehetőséget arra, hogy hogyan tudunk a lehető legtöbbet elérni a közösség számára. Robert Fico a 2016-2020-as kormányzási ciklushoz képest jobbá, elfogadhatóbbá vált. Van-e valami különbség? lát -e valami különbséget a korábbi kormányzati ciklusa és a mostani ténykedése között? Szerkesztő hogy mi Robert Ficóról fogunk beszélgetni. Azt hittem, hogy a köztársasági elnök választás van, és nem látom indokodnak, hogy miért értékeljük ezt. Még egyszer mondom, jelen pillanatban ez a helyzet, ebből kell főznünk, és ebből fogunk. De azért is érdemes róla beszélni, mert hát mégiscsak az ő embere nagyon valószínű, hogy bejut Peter Pellegrini, bejut a második fordulóba, és hát erről beszélünk, az állam főválasztásokról. Szerintem nekünk az a fontos, hogy az első körben megmutassuk az erőnket, és utána meglátjuk, hogy a másik körben mi lesz, kik lesznek azok, akik tovább jutnak, meglátjuk azt, hogy milyen lesz köztük a különbség, meglátjuk, hogy milyen súlya lesz a felvidéki magyarságnak, utána esetleg térünk vissza erre a kérdésre. Jó. Akkor térjünk vissza a Magyar Szövetségre. Pártja gyűjtőpártként definiálható. Bocsánat, csak kiavítom, nem az én pártom, hanem a közösség Tehát ezt szeretném hangsúlyozni mindenképpen, úgy, ahogy a köztársasági választás is nem rólam szól, hanem a közösségünkről. Tudatosítani kell, hogy ez a párt, ez egy etnikai politikát folytató, vagy politizálást folytató párt, és ebből kell kiindulni. Tehát semmiképpen sem szeretném, hogy ezt valaki úgy tekintse, mint saját pártot, vagy egy szűk csoportnak a pártját. Talán, talán, nem így fogják gondolni. De a gyűjtő párban olyan személy is megfér ott, aki például horog keresztel ábrázolja az Európai Bizottság elnökét. Vannak a pártban olyanok, akik ezt az ilyen, ilyen nézeteket, az ilyen ábrázolásokat ellensúlyozni tudják? Itt nem arról van szó, hogy ellensúlyozni, ez nem helyén való. Tehát én ezt, amikor megjelent ez a fotó, akkor ezt jeleztem is, hogy ez, ez túlmegy egy bizonyos határon. Úgyhogy ez, úgy érzem, hogy ez nem fér bele. A másik dolog, amit ön is említett, hogy gyűjtőpárt vagyunk, tehát különböző nézetek jelennek meg a, a pártban. Én inkább a, a középső irányt tartom helyesnek, semmiképpen az egyik oldalon sem a, a szélsőségeket nem tudom támogatni, sem az egyik oldalon, sem a másik oldalon, és mindent meg fogok tenni azért természetesen, hogy ez a minél inkább a centrista vonal legyen a jellemző a pártra. Ugyanakkor azt tudatosítani kell, hogy mivel gyűjtőpárt vagyunk, és a közösségünkön belül vannak, a középtől egy kicsit eltérő vélemények is, ezeket el tudjuk fogadni. Hiszen nem mindenki gondolkodik egyformán, nem mindenki látja egyformán a dolgokat. Nekünk a családban szintén én másképp látom a dolgokat, mint a 16 éves fiam a feleségemről nem is beszélve, de ez nem azt jelenti, hogy ne tudnánk közösen előrelépni, és ugyanígy van ez a párton belül is, és a közösségünkön belül is. Viszont amiben biztos vagyok, hogy legalább két dologban biztos, hogy egyetértünk, mindannyian azt szeretnénk, hogy felvidéki magyarokként itt meg tudjunk maradni, és érvényesülni tudjunk, és úgy, ahogy ezer éve ezen a tájon a szülőföldünkön magyarul beszélnek az emberek, még ezer év múlva is magyar hangot lehessen itt hallani. És hát természetesen az, hogy a, a régiók, ahol élünk, az, az fejlő. Elődjön, hiszen egyikünk sem akarja szerintem azt, hogy a gyermekeink vagy az unokáink elköltözzenek innen, mert úgy érzik, hogy nem megfelelő körülmények közt élnek, és máshol keresik a boldogulásukat. Úgyhogy ez a két dolog, ami mindannyiunkat biztos vagyok benne, hogy összeköt, és erre kell elsősorban összpontosítani. És azt mondom, hogy ha nem is szeretjük, nem is szereti egymást mindenki, el kell tudnunk fogadni, mert ez az egyetlen módja annak, hogy közösen tudjuk építeni a közösségünket, és természetesen az országot is, ahol élünk. A szövetségben ott maradt a híd egy -e része. Ők 2020-ig ugye a Szperes kormánnak a koalíciós pártjaként működtek, és adódik a kérdés, hogy sajátjuknak tekintik-e a híd abban az időszakban elért eredményeit. Ezt a híd el, előtte voltak az MKP-nak is eredményei, most jelen pillanatban van egy magyar szövetség, amit tulajdonképpen a két pártnak, sőt az összefogással együtt a három pártnak az egyesüléséből. Hogy viszonyul ki. Azokra az azokhoz az eredményekhez? Tehát magának tekinti, vagy, 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 nem akar róla tudomást tenni, vagy ilyesmi. Én semmiképpen sem szeretnék idegen tollakkal lékeskedni, az, ami a múltban el volt el lett érve, én annak örülök, tehát én minden előrelépésnek örülök, függetlenül attól, hogy ki érte mert ha az a közösségünk számára jó, akkor az üdvözlendő. Bárki részéről is jött ez a segítségnyújtás, vagy, vagy a a hozzáállás vagy a, a jövőnknek a pozitív irányú alakulása, ez nem rólunk szól, még egyszer mondom, hanem a közösségről, és a közösség nyer abból, hogy valaki tesz valamit, akkor az üdvözlendő minap nyilatkozta azt valamelyik eh, szlovák televíziónak, hogy eh, ön szomorú amiatt, hogy Csehország megszakította a eh, konzultációkat a szlovák kormányjal. A csehek eh, azzal indokolták ezt, mert hogy eh, Pozsony túlságosan orosz politikát képvisel. Robert Fico elég gyakran fölmondja a, a kremli propagandát. Hogyan látja ezt a témát, ezt a eh, cseh-szlovák perpatvart. Én nagyon sajnálom valóban, hogy Csehország így viszonyul most Szlovákiához. Már csak a saját példánkból is, amiről az imént beszéltünk, hogyha a megosztottság, tehát a megosztottság az soha nem az erőt képviseli, hanem tulajdonképpen a gyengülésnek a, a jele. A visegrádi négyek együttműködése szerintem kívánatos mindenképpen, hiszen megint csak arról van szó, hogy egy egy kis, tehát kisebb országok összefognak, és együtt tudnak fellépni közösen, és ezzel tulajdonképpen erőt tudnak mutatni az Európai Unió nagyobb államaival szemben. Ha figyelembe veszük azt, hogy a négy ország, Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország, hogyha egyesül, akkor majdnem az Európai Unió 10%-át tudják alkotni. Ami azért egy komolyabb tényező, tehát ebből kellene kiindulni, mert így tudunk erősek lenni. De Fico hozzáállása rendben van, amikor fölmondja a Bandát. Szerkesztő úr, ön ezt így látja valószínűleg, de nem mindenki látja ezt. így, hogy hiszen, látja? Én, látja ön, hogy mennyien szavaztak azt merre. Hát az Vannak egy kérdések, dolog, tehát erre mondhatnánk. De ebből, indul, ebből kell kiindulnunk, mert demokratikus de hogy ön választás ön látja volt. Azt, azt, és, amit Ficó Fico mond, a, a, putyini propagandát fölmondja például. De azt még mondja, egyszer mondom, ez az ön narratívája, ön, vagy, és én nem is ő ő akarom őnek... védeni önt, vagyis nem is akarom őt védeni, értse meg. Nekünk az a fontos, hogy ez a négy ország együttműködjön. de ha megengedi, akkor végigmondom. Hogyha vannak is témák, megint csak a mi példánkból, ha vannak témák, amikben esetleg a miniszterelnökök nem értenek egyet, ez elfogadható, és ez rendben is van. Mert hogyha egyes kérdésekkel kapcsolatban más a véleményük, ez elfogadható. Nem kell mindenkinek mindenben egyet értenie. De abban szerintem minden négy ország egybetért, hogy a régió szempontjából az lenne az ildomos, és az lenne a... A fontos, hogy a négy ország együttműködjön. Abban, amiben tudnak, abban lépjenek elő. És nem lehet, hogy ideológiai mente, ö, problémák mentén megosztódjon sem a társadalmunk, sem a, a, az országok, mert egymásra vagyunk utalva. Egymást tudjuk erősíteni. Viszont, hogyha nem fogunk össze, akkor egymást fogjuk gyengíteni. És ezért mondom azt, hogy ha valamiben nem is ért egyet esetleg Fiala Ficoval, akkor is biztos vagyok benne, hogy tudnak együtt fellépni például a gazdák védelmében, például a régió érdekében, és így tovább tudnám folytatni. De ez az kell, hogy el tudjuk fogadni, hogy van más vélemény. És az nem azt jelenti, hogy valaki nem úgy gondolkodik, mint én, akkor ő hülye. Mert lehet, hogy én szempontomból ez a fontos, az ő szempontjából valami más, és lehet, hogy mind a kettőnknek igaza van. Hát nem tudom, mi lehet Robert Fico szempontjából fontos. Ha csak az nem, hogy fölmérte azt, hogy Szlovákiában orosz, pártiak, inkább a választók, és akkor, és akkor abba az irányba kezdi mondani a hát, most sületlenségen kívül lehet -e erre más mondani. Szerkesztő, hadd kérdezzek meg akkor most én valamit. Ha figyelembe veszük azt, hogy említette, hogy más a kommunikáció. Az egyik oldal azt mondja, hogy ne szállítsunk fegyvereket Ukrajnának, a másik oldal pedig azt mondja, hogy szállítsunk fegyvert Ukrajnának. Ön szerint van más megoldás, mint a béketárgyalás? egyáltalán nem mindegy, hogy milyen körülmények között ülnének le a háborúzó felek a tárgyalóasztalhoz. És meddig fogunk erre válni? Emberek halnak meg ott? Fiók, apák, Ha nem adunk Ukrajnának, akkor mi történne? A, az, tehát azt kell elérni, hogy minél hamarabb a béketárgyalások megkezdődnek. Ha nem adunk Ukrajnának fegyvert, akkor ön szerint mi történne? Még egyszer mondom, arra Kapituláció? kell tőre, arra kell tőre, nincs, nincs, drágább az ember életnél. Persze, ezért kell fegyvert adni az ukránoknak, hogy meg tudják magukat védeni. Ha nem adunk ukránoknak fegyvert, akkor mi történik? De ezt e, legyen szíves megmondani, hogy mi történik akkor, hogyha a ukránok e, máról holnap nem kapnak fegyvert. Van fegyverük, és egyébként meg a béketárgyalások elkezdődtek. Ez tény, és utána meglettek szakítva. Igen, Nem, ez az kiderült, vagy? hogy bucsán népítást végeztek az oroszok és azóta rengeteg ember meghalt. Most már több mint egy és millió miért? Ember. Mert oroszok megtámadták De ez rendjén van? Szerkesztő. Hogy megtámadta nem. a Ukrajnát? Egyáltalán nincs rendjén. Ez így van. Ebben egyetértünk. nemzetközi szerződést felrúgva megtámadta Ukrajnát. ukránokat, a megtámadott felet ugyanúgy kéne támogatni szerintem, ahogy például, ha a szomszédomra ráront egy rablógyilkos, akkor egy kaszát dobok neki, vagy egy, vagy vasvillát, hogy tudjon védekezni. És nem az, hogy ott állok, és azt mondom, nem adok neked semmit. Szerkesztő abban teljes mértékben egyetértünk, hogy Oroszország agresszor megtámadta Ukrajnát. És abban is egyetértünk, hogy humanitárius segítséget minden mértékben meg kell adni úgy Ukrajnának, mint az Ukrajnából menekülteknek. Ha nem adunk a ukránoknak fegyvert, akkor ön szerint mi történik? Még egyszer mondom, el kell érni, hogy minél hamarabb megkezdődjenek a béketárgyalások. Egyetlen... Nem adunk nekik fegyvert, mert ő azt mondja, hogy ne adjunk fegyvert, mert hogy az. Hosszabbítjuk a háborút, és nincs drágább az emberi Így igaz. Tehát és minden egyes ha nem adunk pillanata... nekik fegyvert, akkor az, az oroszokat bátorítja, és jönnek előre. Még egyszer mondom, az emberi életnél nincsen drága. Pontosan, és emiatt kéne az ukránokat támogatni. Ami által elhúzódik a háború, és emberek halnak meg. Na de, hogyha nem adunk fegyvert, akkor nem húzódik el, mert egyszerűen lerohanják Ukrajnát. Még egyszer mondom. Ön szerint nem? Én nem tudom, hogy mi lenne akkor, hogyha ö, nem szállítanák fegyvert, de azt mondom még egyszer, a béketárgyalások elérésére kell törekedni, és meg kell ragadni minden egyes lehetőséget, hogy ez megvalósuljon. Szlovák Nemzeti <kül> Párt kulturális minisztere előrukkolt egy törvényjavaslattal, hogy a közmédiát át kéne alakítani. Ön hogy látja ezt a kérdést? Én mindenképpen amellett vagyok, hogy a közmédiát, ha reformra kerül sor, akkor mindenképpen kiegyensúlyozottabbnak kell válni. Nem kiegyensúlyozott? Véleményem szerint nem. Milyen irányba hajlik el? Én ha csak a saját példánkat tudom mondani. Annak idején, amikor volt a, a Párton belül feszültség, amikor néhányan távozni akartak, mindenki meg lett kérdezve a közszolgálati rádióban, azzal kapcsolatban, hogy mi történik a pártban, csak a párt elnökét nem kérdezték meg. Hosszú-hosszú hetek után jelezték, hogy akkor most már szólhat a pártnak az elnöke is. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem ez lenne a megfelelő módja. Ugyanúgy teret kaptak azok a pártok, amelyeknek nem volt látható eredményük, sokkal nagyobb teret kaptak, mint például a szövetség. A választás megmutatta, hogy a szövetség 4,38%-ot ért el, míg a másik két párt együtt nem ért el fél százalékot. Ha ön szerint ez kiegyensúlyozottságra val, akkor azt nagyon sajnálom, Ugyanakkor a pátriával kapcsolatban is sajnos az a tapasztalatunk, hogy, hogy nem kapjuk meg azt a teret, amit, amit a polgárok joggal várnak el, hogy az ő képviseltük szempontjából megjelenünk esetleg. Úgyhogy nagyon sok jel utal arra, hogy valóban nem egy kiegyensúlyozott médiáról van szó. Én nem láttam a, a törvénynek a végső formáját, még egy ugyebár nem készült el a végső formája. A tervezethez mit szól? Tehát, hogy a parlament és a minisztérium állítaná össze a tanácsot, ők választanák meg a, a, a vezérigazgatót, szóval, hogy ez nem arról szólna, hogy egyfajta pártpropaganda csatorna jönne létre? Ezt semmiképpen sem támogatnám, hogy a párt csatorna lenne létre. Mindenképpen, ahogy említettem, örülnék neki és üdvözölném, hogyha egy olyan javaslat lenne előterjesztve és elfogadva, aminek köszönhetően a közszolgálati média kiegyensúlyozottabb lesz. Olyan híreket is lehetett hallani, hogy Robert Fico belement abba, hogy a Magyar Szövetség ne csupán a kisebbségügyi biztost, hanem a közmédián belül a magyar szekciót irányító pozíciókba is legyen beleszólása. A Pátria Rádió főszerkesztői pozíciója, vagy a nemzetiségi adások vezetője. Ön erről mit tud? Én örülnék neki, hogyha felvilágosítana, hogy honnan vannak ilyen információi, mert nem tudok ilyenekről. Én nagyon örülök egyébként, hogy a kisebbségi kormány biztos személyére horonyánkost elfogadták a javaslatunkat. Ennek köszönhetően egy megfelelő szakember van a megfelelő pozícióban, és örülök neki, hogy sikerült elérnünk azt is, hogy a kulturális alapot megmentettük, hiszen nagyon sokan felemelték a hangjukat, és a tárgyalásnak köszönhetően, amit Robert Ficoval történt, és utána a kulturális miniszterasszonynal, ott volt a kisebbségi kormány biztos is, sikerült megmentenünk a kultminort, a kulturális alapot közmédiával kapcsolatban nem volt megkeresés Magyar Szövetséget, nem, nem kereste föl senki, hogy helyzet van, és esetleg a párt nevezze meg a esetleges jelöltjeit az előbb említett pozíciókba. Nem tudok ilyenről, de mégis hát ha önnek vannak információk, akkor kérem jelezze, hogy ki volt az, és ki beszélt ilyenről. Tegnap Andrei Danko, a szlovák nemzeti párt vezetője, azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a civil szervezeteket külföldi ügynök bélyegzéssel lehessen illetni, hogyha részben vagy egészben külföldről kapnak támogatást. Ön hallott erről a... Nem. Nem, mert hogy ez ugye érintene egy csomó szlovákiai magyar civil szervezetet is, hisz csomóan kapnak Magyarországról pénzt. Tehát, hogyha ilyesmi lenne, és mondjuk Magyarország Got is, tehát, hogy belevennék a pakliba, akkor egy csomó szlovákiai magyar NGO, civil szervezet is külföldi ügynöknek lenne minősítve. Nem hallott erről. Nem hallottam erről, de egyébként is, tehát az, hogy Magyarország a külhonban élő magyarokat támogatja, az szerintem a megmaradásunkat segíti és erősíti, és én köszönöm szépen, hogy a magyar kormány 2010 óta így áll ehhez a kérdéshez, hogy nem csak vállalkozókat segítés támogat, hanem ugyanúgy az óvodafelújítást, az iskola felújítási programot, a felújítási programot. És ez egyébként az országnak is jó, hiszen azokat az épületeket senki nem tudja elvinni, Bílányos. ez itt a közösséget segíti, sőt, hogyha figyelembe veszük, hogy azok a beruházások, amik ide érkeztek a magyarországi forrásoknak köszönhetően, annak az áfája, az Szlovákul DPH, annak több, tehát abból több bevétele lett az országnak, mint egyébként a Kultminorra szánt összeg. Úgyhogy ezek, ezek olyan dolgok, amik az országot is segíti, amellett, hogy természetesen a közösségünket és a felvidéki magyarság megmaradását. Tehát mondjuk nem venné jó néven, feltételezem ezek alapján sem nem venné jó néven, hogyha az ilyen szlovákiai magyar civil szervezeteket lekülföldi üdnököznék az új, esetleges új törvény alapján. Ezek nem, tehát teljesen világos, hogy nem ügynökökről van szó, úgyhogy biztos, hogy felemelnénk a hangunkat, ha ilyesmi történne. Eddig csak érintőlegesen beszéltünk róla, de kérem fejtse ki, hogy mi a véleménye a mostani államfőről, Zuzana Csaputóvá ténykedéséről, milyen véleménye, hogy látja az ő Négy és fél, majdnem öt éves működését. Én ezzel kapcsolatban már elmondtam a legfontosabb aggályomat, hogy annak idején nagyon sok magyar szavazott a csaputovára, viszont azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok megnyilvánulásában megfeledkezett a nemzeti közösségekről. Ugyanúgy tett arra, hogy amennyiben arra lehetősége lesz, akkor a, a, az Alkotmánybíróság elé fogja vinni a kettős állampolgárság ügyét ez nem történt meg. Mi nagyon elégedetlenek vagyunk, és nem is értjük, hogy hogy lehet az, hogy például valaki elveszítse az, az állampolgárságát akaratán kívül, amit az, az alkotmány ugyebár nem engedélyez, nem lehet valaki, az alkotmány értelmében nem lehet valakitől elvenni az állampolgárságát, akarata ellenére, már pedig ez történik, ha valaki felveszi egy másik ország állampolgárságát, úgyhogy nem teljesít bizonyos feltételeket, akkor automatikusan elveszíti a szlovákot. Ígéretet tett, hogy ezt az alkotmánybíróság elé fogja terjeszteni, erre sajnos nem került sor. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy mi valóban csak magunkra számíthatunk. Ha nem lesz képviseletünk, és nem lesz egy erős képviselet a, a parlamentben és minden egyes szinten, ahol csak lehet, akkor rendre meg fognak feledkezni rólunk uh, annak idején, amikor az egység és MKP bent volt a parlamentben. Mi segítettünk ennek az országnak megdönteni a korszakot. Uh, segítettünk az országnak belépni az Európai Unióba. Segítettünk az országnak belépni a nato -ba. Ott voltunk a komoly pillanatoknál, és segítettük ezt az országot. Együtt építjük. És amikor kiestünk a parlamentből, akkor mi volt a hála? Félreállítottak bennünket. És azok a kérdések, amik számunkra fontosak, uh, például az, hogy uh, Komáromból Pozsonyba eljusson valaki vonattal gyorsabban, hogy legyen két párhuzamos vasútvonal, az máig nincsen megoldva. 21. századot írunk. Egy óra alatt oda lehetne érni Komáromból Dunaszerdehen keresztül Pozsonyba. Nem ez történik. Ugyanúgy tudnánk említeni azt, hogy az autópálya éjszakon épül, ahol sokkal drágább, sokkal tovább tart, ahelyett, hogy délen épülne, gyorsabb lenne, olcsóbb lenne. Ugyanúgy a csatorna hálózatot tudnánk említeni, hogy, hogy büntetik a falvakat azért, hogy kihordják a, a az egyes tehát a, a, szennyvizet a földekre, ami teljesen jogos, ugyanakkor arra nem gondolnak, hogy hogyan bebiztosítani azt, hogy ne kell ülni erre sort. Úgyhogy van még rengeteg megoldani, megoldása való feladat. Mi ezen fogunk dolgozni, ameddig csak lehet. Helyi és megyei szinten ezt tudjuk irányítani, tudjuk segíteni, és az a cél, hogy ezt végre országos szinten is be tudjuk biztosítani. 8,5 százaléknyi közösség van. Teljesen érthető, hogy az 5 os küszöbb megugrása teljes joggal elvárható, hogyha összetartunk és összefogunk. Ráadásul, ahogy beszéltünk erről, most már csak egyetlen egy magyar párt van. És nekem már csak egyetlen egy kérdésem van. Ön szerint ki volt eddig a szlovákiai magyarok szempontjából a legjobb államfő? Mondtam már önnek, volt-e ez ilyen kérdés, akkor említettem önnek, hogy sajnos egyikkel kapcsolatban sincs teljes -e megedély. Mivel, tehát amikor. Egy szinten van mindegyik. A számunkra, amíg a nemzeti közösségek ügyeit nem vállalja valaki határozottan, mert az a tisztában vagyunk, hogy a, a köztársasági elnöknek szimbolikus hatáskörei vannak ebből a szempontból. Na de ha felhívja a figyelmet arra, hogy egyes régiókba elutazik, hogy ott probléma van, hogy onnan költöznek el emberek, hogy ott nehezek a körülmények, arra azért odafigyel. Ha egy köztársasági elnök jelzi, az, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki anyanyelvén tanulhasson, és hogy meg kell, be kell biztosítani ezt a, ezt a feltételt. Vagy az, hogy az egyes megjelenéseiben, amikor az országhoz szól, amikor az ország polgárairól beszél, akkor megemlíti a nemzeti közösségeket, ezek nem fájnak. És ezek nem olyan dolgok, amik, amiket nem lehetne elvárni egy köztársasági elnöktől, aki minden polgárt képvisel. Úgyhogy amíg ez nem fog megtörténni, addig ne haragudjon. Ilyen, hogy kivál vagyok a legjobban megelégedve. Mindegy, Tehát, hogy vasparó vagy Nézze, amíg nem vállalja fel valaki teljes mértékben a nemzeti közösségek ügyeit, addig nem tudom azt mondani rá, hogy egy jó köztársaság elnök. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen ön is, én is a lehetőséget.